Következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Hölgyeim és uraim! Önök pillanatokon belül Magyarország legnézettebb show műsorát látják. Jó szórakozást kívánunk! És most az RTL Klubon Budapestről esti showder Fábri Sándorral, Kuszbert Péterrel és a showderbenddel. Ma este a várva várt összecsapás. Az esti showderben Zalatnai Sarok. Jön Grillus Dorka. A showder zenei színpadán élőben fellép a Barbaro. És amit eddig még nem láttak, a showder nagy sörnyitó versenye. A legőrültebb fazonka. Hölgyeim és uraim, a stúdióban immár 9. esztendeje, pontosan 182. alkalommal még mindig az ország első számú showmestere, Fábri Sándor. Folytatjuk az iskola évet, szokásunkhoz híven a zavarkeltést humorbombonokkal ágyazzuk meg. Egy amerikai beül egy taxiba és megkérje a taxist, hogy vinne őt körbe Budapesten. Látják a budai várat, az amerikai kérdezi, hát ez mennyi időt épült? Hát olyan 50 év, ugye, tehát az új részre gondolunk, azt mondja, hát az, hogy ezt nálunk 10 év alatt fölépítik. Mennek tovább, meglátják a Lánchídat, azt mondja, ez meddig épült? Azt a 7 év. Hát ezt nálunk másfél év alatt játszva fölépítik. Taxisnak már megy föl a pumpa, odaérnek a parlamenthez, azt mondja, ez meddig épült? Azt mondja, nem tudom, tegnap még nem volt ott. Székely gyerek készül a nász éjszakára, kérdezi az édesapját, hogy hogyan járjon ő el. Édes fiam, a küszöbön ragad meg a menyecskét, hogy érezze, hogy a székely határozott. Utána jó nyekkentsed az ágyra, érezze, hogy a székely erős. Utána old meg a gatyádat, azt a többi megy minden magától. Jó, van, másnap találkoznak. Na, édesfiam, hogy az zajlott? Édesapám. Ahogy édesapám mondta, megragadtam a menyecskét, hogy érezze a székely határozott. Hű, arra gyekkentettem az ágyra, érezze a székely erős. Megengedtem a nadrágomat, elvertem a természetemet, hogy érezze, hogy a székely autonóm. Hölgyeim és uraim, most tartunk a Die Hard 4.0-nál. Ugye, Die Hard. Úgy gondoltuk, hogy ez nem fog így megállni. Elképzeltük, hogy a Die Hardnak milyen következő címei lehetnek. Drágább az életed, mint az előző 7 részben volt. Egyre drágább az életed. Az élet olyan drága, hogy beszarsz. Drága az élet, de a kenyér drágább. Drága az életed, örülj, hogy kapni. Most már aztán tényleg nagyon drága az életed, de komolyan. Ugye, hasonló karrier futott be az Alien sorozat, ugye, a 8. utas a halál. A bolygó neve halál, a végső megoldás halál, feltámad a halál. Ugye, ezek voltak. Ezt nem mi találtuk ki. Ez is nagyon jellemző a világunkra, ugye, hogy a bulvárhírekben se tudod, hogy ez most kitaláció, vagy nem, vagy egyáltalában. Javaslataink Alien ügyben. A halál neve halál. Most már adok egy kis időt, hogy a Winchester katedrál fölözzél. A halál két élete. Halál életre halálra. Halálból sose elég. A halál most nem utas, hanem ő vezet. Haldoklik a halál. A halál nem érzi jól magát, de az orvosai még bíznak felépülésében. Esetleg innentől kezdik el újra számozni, a 8. utas, a halál 2. Vagy volt az Alien vs. Predator, ugye, amikor két sikerfilmből próbáltak egyet csinálni. A 8. utas a halál, a Nílusom.
A jó, a rossz és a halál. De lehetne az egri csillagokat is folytatni, ugye egri csillagok 2, az egri félhold. Vagy a Ryan közlegény folytatása 20 év múlva. Nem szabad ilyet, hopp-hopp. Ryan közlegény 20 év múlva, Ryan közlegény az Oktoberfesten. Vannak ezek az ismeretterjesztő csatornák, Discovery és egyebek, ahol tényleg már olyan filmcímek jelennek meg, mintha mi találtuk volna ki. Magam láttam az újságban a következő címet, nem kívánt hagyaték, testben felejtett orvosi eszközök. Utána jött a világ legveszélyesebb rákhalász szezonja, majd az állati nyomozók, amelynek legutóbbi epizódjában azután nyomoztak, hogy Angliában valakinek az udvarába bedobtak egy rendkívül értékes gyöngytyúkot. Hogy milyen problémákkal küszködnek ezek az angol szászok, ugye? Nálunk ez nem életszerű, ugye? Ahogy az ügyészség mondta, ugye, hogy Jeanette vallomása nem volt élményszerű. Hát ötem, nem nagy élmény. Nem volt élményszerű. Szó szerint ezt mondta a főügyészség. Nem volt élményszerű. Hát Auschwitz se volt túl élményszerű, a Domkanyar se volt túl élményszerű, az Ostrom se volt túl élményszerű. Na minden. Mi kitaláltuk, hogy milyen filmeket forgathatnának még ezek a csatornák. Kerékpár katasztrófák nyomában a legvéresebb ütközések. Guppik a műtőasztalon. Akcióban a halorvos. Bűvészek, akiknek nem sikerült. Nem tudom, hogy a gyár folyamán sikerült egy ilyen vándor cirkuszba bevenniük. Szóval az, most, ahogy mesélem, sírok. Szóval annál meghatóbbat, én láttam ilyen bűvészt, hogy semmi elrepült a íz, és semmi lejtette, semmi nem jött be, és hogy a közösség már egy felemelkedett, hogy segítsen már neki. Ugye, ahogy Bödöcs kolléga szokta mondani, ő régebben még tínédzser korában fellépett egy fakírral. És kérdezte, hogy nem fáj, aztán, de igen, de kell a pénz. Bödös barátomtól egy másik poént is, hát mondjuk így a nagyobb nyilvánosság elé viszek. Ugye túl vagyunk Horgyula születésnapján, ahol csak ő nem tudta, hogy az van. És ugye elhozták neki Gorbacsovot, ugye? És erre mondta Bödös, hogy a 80-ra majd elhozzák Lenin citrommal a szájában. Hölgyeim és uraim! Egy kis ideig még a nyárra időnként vissza-vissza fogunk pillantani. Annyi tervem volt. Például, hogy lefogyok. Például, hogy a számítógépen eljutok a .hu-ig. Például, hogy rendet teszek a sufniban. Tehát én nem mentem Rodoszra, vagy Ciprusra, vagy Olaszországba. Befizettem egy last minute sufnira, ahova olyan helyekre hatoltam be, ahova még emberben nem hatolt a sufni épülése óta. Itt jönnek ugye a nyári balesetek. Van egy kollégám, aki borítékkal rendszeresen elvágja a nyelvét. Ugyancsak ő popsi törlés közben kificamította a jobb vállát. Talán említettem már, de hát miért ne említenők? Ügetőhajtói évemet üstökösként kezdtem 3 győzelemmel. Vezettem az amatőr listát. Azóta mélyponton vagyok! Egy kis bejátszást nézhetünk meg, ahol hát úgy sikerült leszállnom a kocsiról, hogy a ló nem tudott róla. Itt már, hopp-hopp-hopp, na még egyszer! Itt, ajjaj, itt, Sanyi, puff! Igen. Egy darabig még akarom fogni a lovat, hóruskát. A húz is egy kicsit. Rendőr vizsgázik, mondják neki, húzzon, hú. Na, ez volt a helyzet. Lényegében nem lehetett kivédeni, lelkileg nem törtem meg. Hórus egyébként lefutotta a versenyt. Meghajolt utána, és bement az istállóba. Tralla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 l
szerintem matrasz sírban. Harmad napon, Ali kutyám labdája elgurult a kredenc alá.
Ugye milyen kis mindennapi helyzet. Ki akartam szedni a labdát, és a háromszor operált térdemmel egy ilyen merészebb kitörést alkalmaztam. Nem játszom, itt tudok neki. Amikor a szalagszakadásom volt, akkor a disznó haverjaim jöttek be a kórházba, felhívtam Dörfliger Dodit, mondom, már 20 fokot hajlik a lábam, azt mondja, Sanyikám, előre vagy hátra. És aztán jöttek be ezek a szemetek, ugye, mert ez valamennyit tényleg rövidül az embernek a lába, sajnos, úgyhogy mondták, hogy Sanyi, így is lehet teljes életet élni. Tehát te most nagyon jó ilyen gyógycipők vannak, tehát divatos. Az az 1-2 centit egy kis fasarokkal, az nagyon jó arra lehet, szóval ilyen bocskos perdahajderek. Na nem részletezem, sikerült a szalagomat úgy meggyújtani, hogy másnap mellé doktornál landoltam a traumatológián, és itt pontot teszek a történet végére, amely hát végül is szerencsés végkifejletet nyert. A Bodi mondta, hogy most, hogy beomlott az állomás, már a fúrópajzsot a hűvösvölgybe látták, mert maszekba nyomnak pincéket, meg vikendházakat a föld alá, érted? Állítólag, ugye már így kell fogalmaznom, konkrét tervek vannak arról, hogy egy sikló épül, jövőre el is kezdik talán, ugye nálunk minden a jövőben, majd. A jelen, most még egy kicsit húzzuk össze, de utána őrület lesz. Na, és egy ilyen buborék forma cuccot felhúznak a Ráczfürdőtől a Citadellára. 300 méter. Hát mi eleddigi módszerváltással kapcsolatos történelmi tapasztalatainkat leltárba véve megpróbáltuk elképzelni a siklóval kapcsolatos közeljövőt. 2007. Demszky Gábor elnevez egy markolót Bódi Gusztiról, és fát ültet a sikló nyomvonalán. Kóka János elvégzi az első kapavágást, a fa kidől. 2008. január. A környék lakói megtámadják az építési engedélyt, amelyről kiderül, hogy nincs is. 2008. február. Módosítják a sikló nyomvonalát és meghosszabbítják Gazdagrét felé. Fejben. 2009. január. Elindul a fúrópajzs Norvégiából. 2009. április. Megérkezik a fúrópajzs, de kiderül, hogy nincs rá szükség. 2015. A Gellért-hegyet megveszi Demjás Sándor és plázát alakít ki a belsejében. Sikló helyett egyelőre liftet építenek. 2025. Bejelentik, hogy a tervezetnél 2 évvel később kezdik meg a sikló építését a rossz időjárás miatt. 2030. A Városháza pályázatot ír ki az épülő sikló nevére. 2033. Miután az internetes szavazáson 57%-kal nyer a Nyaljátok ki, a második helyen pedig Matuska Szilveszter végez, érvénytelenítik a szavazás, és névadó bizottságot állítanak fel, akik 1000 eurós órabérért végül a sikló nevet választják. Demszky Gábor polgármesteri választásának 50. évfordulóján ünnepélyes keretek között átadja a sikló első, a Hegyalja út páratlan oldalától a Hegyalja út páros oldalaig tartó szakaszát. De ez azért érdekes, mert imádnak ilyen szakaszokat készíteni. Tehát Békásmegyernél olyan ambícióval építik a nullás csatlakozását, mintha bárhova lehetne menni. Tehát ott dolgoznak retteltes tempóban, de semmerre nem tudsz menni. Ha jössz haza Horvátországból, akkor Letenyénél van egy kis autópálya, majd falvakat tekintesz meg a Trafipax fényénél, utána Dodi barátom bement a körforgalomba, ami mutatta, hogy föl lehet menni az autópályára, és satufékkel állt meg egy úthenger előtt. Mert a táblát előbb kirakták, ugye? Hát ez egész, meg a Duna-Pentelei híd, meg vannak ilyen dolgok. Ja, és hát ez a viadukt. 72 milliárdot toltak bele ebbe a tököm lapos országba. Hát ez egész hihetetlen. Most várom, hogy az M5-öst mikor süllyesztik le. Nem? Hát ez megy ez nekünk. De folytassuk a sikló történetét. 2048.
a több mint 40 év után ismét hatalomra kerülő Fidesz leállítja a beruházást, bizottságot hív életre az építés körüli visszaérések felderítésére, végül a siklót átnevezik, és Szent Gellért gurulásának emlékvasútja néven mégis felépíti. A sajtóban nagy botrány kavar, hogy az átadásra nem hívják meg Demszky Gábor örököseit. Dörfinger Dodi barátomról szól a történet. Kellett volna neki egy nagyobb villanyóra. Kora délután belibegett a központba, 10-11 direktrisz önfelett csiviteléssel mulatja az időt, kávézik. Hát ott ő áll egy kicsit, mint lopsz a hidegvízbe. Majd, ahogy ő fogalmazott, a szokásosnál cseppet hangsúlyosabb köhentéssel egybekötött köszönéssel próbáltam éket verni a kora délutáni öntevékenység gurgulázó unalmába. Közölték, hogy 3 hónap múlva lehet órát kapni. Dodinak fölment az agya, coming out. Azt mondja, azért bánnak így velem, mert homoszexuális vagyok. Na most a csajok hátul leborultak a mosogatópultra, de az öreg lányok elől vigyázva vágták magukat. Azt mondja, meg fogom találni a fórumot. Rájuk csapta az ajtót, este 5 óra 17 perckor ott volt a szerelőkocsi, egy óracsere lappal, amire piros filctollal 6 centis betűkkel VIP rá volt írva. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Innen folytatjuk Tüdővel, az erőcsávóval! Köszönjük szépen! Hello, Itza! Nem érdekes, hogy telt a nyár? Se baj, én elmondom. Kim voltam a Diák-szigeten. Érted? 15 éve járok ki a Diák-szigetre, már úgy szólítanak Tüdő bácsi. Na következő, valami fatális félértés során az első 3 évben a Margit-szigeten voltam. Rosszul informáltam. Akkor kerültem fel vidékről, érted? Valami zaj szűrődött, hát mondom, majd mindjárt fölerősítik, érted? Annyira unatkoztam, hogy frisbivel dobáltam a bringóhintósokat, kérdezed el, és este mindig vártam, valami történik, érted? Jött egy balonkabátos csábú, mindig így csinált, érted? Harmadiknak megkérdeztem, a Mandalatán színházból tetszik lenni? Azt mondja, nem. Most találkoztam benne a szigeten a meleg sátorba tartós kapcsolatba ért, tényleg. Egy halálosan szép, tényleg egy halálosan szép kapcsolatban. Totálisan rendben van a dolog. Na most, a harmadik évben azért már kapcsoltam fél időben, érted? Amikor már 3 napja a Szökőkútban laktam, érted? Szar a zene, de hűvös. Jött a csávó ilyen formaruhába a hapcival. Kis izé, hajó. Adtam neki egy 20-ast, érted? És partra szálltunk Fibicsen. Érted? Partra szálltunk mi 44-ben az amerikaiak, érted? Később meg mindig úszva mentem át. Úszva mentem át, érted? Olyan lábtempón van, hogy egy zsák hagymát, 4 szalonnát, és 2 rekesz borsot frotír törülközővel behűtve, érted? Fejen átviszek, érted? Na most, én szeretek a vízparton kempingelni. Érted? Ott a sátor minden megvan oldva, a higiénia, érted? Nem kell a toj-tojba szorongani, érted? Elengedem a kábelt, érted, az áradással? Miért? Hát te, ezek a burkusok már elfoglaltak, érted, minden kempinghelyet, érted? Már semmi hely nem volt. Na mondom, kitalálok valami okosságot, felhívom itt egy nagyvakot, mondom, a garázsban mege van még neked az a 2 darab taposóakna. Azt mondja, már csak egy van. Na jó, van, mondom, akkor azt hozzad. Érted? Picit ott elhelyeztem, burkocsokhoz oda settenkedtem, érted? Mondtam, apparára kukkeren, höppüréri, nem sejtett, érted semmit. Hívtam Fábián Lacit a tűzszerészeknél, figyelj, mondom, gáz van a bicsen. Egyből jöttek a detektorral, érted? Halálosan kiürítettek 300 métert. Érted? Mondtam a kis gácsinak, na most vedd fel a sátrat. Érted? Mert az van, érted, hogy... A icának érted, halálosan megtiltom, hogy kijön a szigetre. Tudod? Tehát én nem azt mondom, hogy kell egy hét együttlét, kell egy hét különlét. Érted?
De ott a szigeten én általában egy szigetétszát mindig főszedek. Érted? Hát van olyan, érted, meglátja bennem az apját, tudod. És akkor mondom, térdelej szeres. Amikor a Yoko Ono meg a John Lennon egy hétig voltak ágyba, én a Iccával, nem ezzel a Iccával, a Iccával, június 8-án a Zamárdi autós kempingbe beköltöztem a NDK sátorba, letizárasztam, és szeptember 2-án jöttünk ki. Hát nehogy már Lennon mutassa meg nekem, érted, mi volt az a hipizmus? Érted, nem tudod, mi volt hipizmus, érted? Peace, love. Én akkor sem jutottam ilyen vidám szerekhez, most meg már nem is bírnám idegileg, érted? Úgyhogy én visszak egy liter lupát. Ez ilyen parkettlak volt, szimmasztatyorba kiviszem, érted? Egy liter lupától, érted? Én pörgök egy hétig. Tehát nekem érted semmi problémám nincs. Viszek egy spaklit, érted? Be van már száradva, cseppet megnyitom, érted? Kap egy kis csavarlazítóval fölizélem. Azt a beinhalálom, érted? Annyira vidám vagyok. És az utolsó pillanatban vettem egy raklap pomorin bolgár fogkrémet, érted? Az halálosan fölpörget. Most mondtam, hogy idén ponzoráltak. Kaptam egy ottalmos fekvehányos zsetont. Erre egyből rám kóstol egy ilyen bokorarcú, érted? Elkezd motozni. Hát mondom, így ismerkedsz, elég szomorú, érted? Pedig meg lenne hozzá az alkatod, érted? Hát azért juthatná akár pasihoz is, tudod? Olyan multikulti volt, olyan multikulti. Megyek a Krisna sátorhoz. Ott állnak sorba kapendi zsidó gyerekek, meg a cserkészek az ingyen Krisna kajáért, érted? Na komolyan, érted? Úgyhogy érted beálltam, mint független. Érted? Aztán volt, ki volt a rabbi, érted? Valami csodarabbi csávó. Azt mondja, 10 forintért kérdez a csodarabbitól. Mondom, 8 éven be lehetne, azt mondja, köztünk a helyed. Kipróbáltam a jövőt, figyeljél. Bungee jumping, érted? Jön velem a kis műviság, érted? Szigetész a 14, érted? Megyünk. Kérdezték, milyen kötél legyen, érted? Hát nem mertem bevallani, hogy 95 kiló vagyok, érted? Mondtam, 62. Érted? A csaj előtt, érted? Fincsiskedtem, tudod? Hogy így behúztam a hasam, érted? Nem is kaptam levegőt, egy Damira látkötöttem, érted? Hát mondom, halálosan. Nem részletezem, érted? A csávó adott egy kötelet. Igaza van a fizika könyveknek. Ha nincs légellenállás, együtt esel a hányásoddal. Na most, úgy beleálltam a földbe, hogy a Hadrianus palotájából 4 méter méről fölhoztam egy Neptunus ábrázoló terazzó padló darabot. Képzeld el! Azt mondják a csávók, akik lentről nézték, azt mondja, olyan volt, mintha egy temetést 5-szörös sebességgel játszottak volna visszafelé, érted? Na most képzeld el, olyan csajok vannak, megőrülsz, érted? Én fémkereső nélkül lépése teszek, érted? Annyi piercing van bennük, hogy fémkeresővel 3 órát el vagy rajtuk. Én is csináltattam köldök piercinget, sörcsap formációban. Képzeld el, az azt jelenti, hogy én egy doboz 3 szó fogyasztok el. Érted? A megszorítások, érted? Hát nem érdekes, érted? Hát persze. Látok egy csajt, érted? Roncsolásmentesen egybe kapott be egy vattacukrot nyélel együtt. Érted? Hát mondom, akkora szája volt, érted, hogy egy maruti megfordul benne biciklitartóval. Mondtam a kis műságnak, most egy picit tüdőbácsi, odaléptem, mondom, nem ismerkedhetnénk meg, érted? Hát fantasztikus volt. Volt ilyen oktatási, ilyen központi oktatási sátor. Érted? Hát ott állam egy 20 darab érettségi bizonyítvány Biancóba. Érted? Hát nincs idejük, tudod? Kis műságnak gyöngyírása van, itt egy ötöltötte kifele. Ha még rátesz egy kis lét, megszervezünk a 10 éves érettségi találkozót. Eredeti történetekkel! És 8 mm-es amatőrfilmen Photoshop technikával a saját kirándulás felvételedet megláthatod az osztályfőnököddel. Aki kap 5000 forintot és azt mondja, hogy jól emlékszik rá, cső szeret. Képzeld el? Ha akarsz, kap tablót a csávó, érted? Olyan tanárokkal, ez fakultatív, érted? Jött egy ilyen japi gyerek. Tele volt lével, mondom, főteszem neked a Dream Team-et, érted? Kapott egy olyan tablót, Jedlikányos, Semmelweis, Szent Györgyi Albert.
Érted? Ezek mind a hárman tanították a csávot, érted? Eredeti sztorik a kirándulásról, és ha akarod, a távolugró verseny győztes lábnyoma eredeti cipőbe, gipszbe kijöntve megkapod, érted? Megkapod, ha kell, 4800 plusz száfa, azt a kockát, amit egy évig reszelti a politechnikán. Azt is megcsináljuk, érted? A balagozsákba, hát ez a legnagyobb. A balagot tarisznyába, ami 50 éve matyó. Miért? Nem tudjuk, ez matyó. Nem, ez átívelte így a módszerváltás. Ez matyó. Annyi éves pogácsát teszünk bele, amennyi éve a csávó érettségizett. Hogy jöttem rá? Van Szigethalmon egy cimbi, 50 éve rettek, hogy kitör az atomháború. Épített magának egy kasabunkert, érted, ott héderezik, és minden évben süt egymás a töpörtös pogácsát, hogy érted? Hogy legyen mihez nyúlni. Úgyhogy csak lemegyek a raktárba, érted? 67, érted? Már veszem ki. És kapja bele az originál töpörtös pogácsát, érted? Nincs az a rádiókarbon vizsgálata, mi érted? Azt ott megszáfolná. Hát sok időt töltöttem a Tánzal Fesztivál sátorba. Óriási volt. Persze, hát Aracki Laci még benn sincs, már CD minőségbe szól. Képzeld, de ezt a hihetetlen tehetséget, érted? Korda Gyuri mondta, hogy esetleg egy kicsit pókerezzünk, mondom, amatőrökkel nem dolgozom. Olyan szépek voltak, Klárikával, mint egy tampon reklám. Lobogott a hajuk a szélben, mosolyogtak, és örültek, hogy megvan a zsinór. Még a koncert végén is, érted? Jaj! Olyan sár volt az ötödik napon, hazamentem, de zuhanyoztam, és a zsebemben volt két vályog tégla. Képzeld el? A semmi, öregem! Te! Kétszer úgy nyertem iszabbirkózást, hogy csak át akartam menni a sörsátorba. Érted? Érted, így egy burkus, érted, így hátulról megfogni ezon mandellába, érted? Tehát tándobtam, ráléptem a fejére, megbrunzoltam, érted? 8 percig ott tartottam a fejét a víz alatt, följött azt mondja, Hare Krishna, érted? Egyből lenyugodott, érted? Tehát abban a pillanatban nem volt semmilyen pedagógiai probléma, érted? A másikról én nem tehetek. Agresszív volt a gyerek, érted? Volt rajta sárréteg, rádobtam a faszénre a glésütőnél. Érted? Úgy jött, érted, mint a terakotta varjor harcos. Az ráégett, hát mindegy. Nem érdekel, én kimegyek jövőre is, érted? Ha itt van, nem jön, undorodik. De ahogy már mondtam, kell egy hét különlét. Csá, csumi, csá! Innen folytatjuk, Tudor Ácsit hallottál! Kötike vagyok! Hölgyeim és uraim, napok óta álmatlanok éjszakáim és nappalaim, mert készülök a ma esti találkozóra Zalatnai Saroltával. Hosszú idő után végre elfogadta meghívásunkat Grillus Dorka, zenei színpadunkon egy igazi különlegesség a Barbaro, és végül jönnek az ország legőrültebb fazonjai, akik a legkülönfülőbb módokon képesek sört nyitni, de hogy ki lesz a legjobb és milyen eszközökkel vagy testrészeikkel? Komolyan? Nem. Aki ezt nem vállalom. És végül jönnek az ország legőrültebb fazonjai, akik a legkülönfélébb módokon képesek sört nyitni. De hogy ki lesz a legjobb, és milyen eszközökkel képesek sört nyitni, az nem sokára kiderül. Jön tehát a Sóder nagy sörnyitó versenye. Most Kuzbel Péter űzi Luandát és a Sóder vendet, mi pedig azonnal jövünk a Design Centerrel. Vegyen részt a show felvételén, és nézze meg Fábritz sztárvendégeivel élőben vágatlanul. Jegyek kaphatók a Ticket Express jegyirodákban. Keressük az ország legszebb férfi lábát. Ha ön vagy közeli ismerőse nem mindennapi futóművel rendelkezik, és gyönyörű idonait szívesen bemutatná az esti showderben, várjuk jelentkezését az alábbi címeken. A Millenáris Parkban nyílik majd egy kiállítás,
amelynek az a címe, hogy Ahová a király is gyalog jár. Én gondolom, hogy ez mindig is egy lényeges problémája volt az emberiségnek, ugye az ürítés. Nem? Tehát ez a kabarénak egy nagy közös élménye, ugye? Tehát mindenki szart már. Ugye? Tehát hogyha erről beszélünk, akkor itt megvan egy alap, tehát megvan egy úgynevezett közös élmény. Bizonyos felmérések szerint életünkben 3 évet töltünk a 80x120-as helyiségben, ami azért nem kevés. Ugye a természetgyógyászok szerint naponta 5-ször kell étkezni, és ugyanennyiszer az ezzel ellentétes műveletet elvégezni, ami hát gyakorlatilag a napot be is tölti, vagy be is tölteni, ahogy ők mondják. Hát kezdjük meg ezt az izgalmasnak ígérkező szellemi utazást. Vergiliusunk lesz ebből az alkalomból a kiállítás kurátora, Rózsa Miklós. Szeretettel köszöntelek! Szoktál golfozni? Mert, tehát mondhatnám, hogy egyáltalában nem. Sajnálom. Mondhatnám, hogy egyáltalán szinte alig. Sajnálom, mert itt azért remek alkalom nyílna esetlegesen a technikád csiszolására. Erdei Viktor kompozíciójában ezt a golfozást ugye ülve kellene végrehajtani, igen, gondolom igen. Én, parancsol. És akkor a klozet ajtóra ki lehet írni, hogy do not disturb, golf match. It's going on. It's going on. Így van. Valószínűleg a két típusú erőlködést érdemes szinkronizálni. Abszolút, maximális. Ugye, tehát miközben az ütésnek neki feszülünk, ugye egyet nyomikázunk is. Fel kell emelkednem egy kicsit. Kérem szépen, a szent cél érdekében. Hopp. Oh. Hát egyenes könyökkel sem ütöm be, de hát ez talán most nem feltétlenül cél. Ez kérem szépen egy olyan WC tartály, amely abszolút működőképes, lehúzható, tehát az elbúcsúzást segítendő, ám élő aranyhalak vannak benne. Bármilyen fajaszra ültethető, és ti éppen ezt egy de tettétek. Igen. Itt előre egy csodálatos madárfészket, egy kis erdei érzést látunk. Gondolom, hogy aki vegetariánus, az szinte egy hasonló terméktől vesz búcsút, lehet mondani. Szinte a szabadban való kábelfektetés illúzióját tudjuk zárt térbe behozni. Hát itt egy egészen csodálatos mozaik ékítményt látunk. Hát egy ilyen felhívó jelleggel funkcionálhat ez a kis moha koszorú, amit karácsonykor aztán adventi koszorúként is használhatunk, csak nem szabad ráülni, akkor gondolom én. Vahorn András barátom képét hogyan értelmezni? Próbáljunk meg egy picit közeledni a nézd, én látok egy női testet, látok virágokat, nekem eszembe jut, hogy nyuszi ül a fűben, tehát itt egy úgynevezett plenér technikáról van szó, amely után én nem olyan régen az Aldunán, 30 év után visszacsúsztam a lapulevélre. Kérem szépen, másfél évszázada van csak WC papír, ugye? Az antik görögök sós rongyal, nyírre erősített sós rongyal, illetve szivacsal távolították el a cuccot, de hát a kukoricacsövet még magam is láttam, ugye? Aminél az ugye bio is, és hát a korpát az dinamikusan eltávolítja. Nem beszélve ugye a lapulevélről, ott csak az a lényeges, hogy a nyílnél kell kezdeni, ugye? Mert a nyíl az ledurvázza, akkor húzzuk fel, ugye az nagyon lényeges, hogy a nyelet tartsuk egy kicsit el, ugye, mert összebaszatoljuk magunkat, és akkor a végén a lapulevélnek a finom végével egy finom kis polírozást lehet adni a dolognak. Erzámbó István barátom egy csodálatos cica tükröt épített be, Bodócki Linda, szeretem, ha rendben mennek a dolgok. Ugye, ahogy a természetgyógyászok mondják, a széklet a lélek tükre. Tehát ezért nem favorizáljuk azokat az amerikai típusú klozeteket, ahol a vízbe pottyantunk. Ugye 80-ban Amerikában én ideg összeroppanást kaptam, mikor először csobbantottam egy ilyenbe, és így fölugrottam, mert azt hittem, hogy valami kakas csípett meg, ugyebár, vagy esetleg maga Nemo kapitány hatolt fel a Manhattan kloáka maximáin, és fölküldtett egy polipot, hogy engem ugye ott megcsípdessen. Szörnyű élmény volt, utána leengedtem, mert jött a második turnus, ugye 72 órát repültem. Parancsolj, kedves Miklós! A szkatológiai szakirodalom azt állítja, hogy akár tetszik, akár nem, az ember szeret elválni az ő produktumától. De az elválást meg kell teremteni. Tehát az nem, hogy lecsapjuk,
és kirohanunk. Ez az, tehát a búcsú pillanat. Tehát vissza pillanat. Kell pillantani, a vissza pillanat. Kell pillantani, hiszen ugyebár a produktum számos fontos információt abszolút. Tartalmaz egészségi állapotunkat illetően. Ugye, ahogy Molnár Tamás sebész barátom szokta mondani, és Sanyikám, kolbászt kell szarni, ha nem, és ez hosszú ideig így van, akkor orvoshoz kell fordulni. A klasszikus Rodin gondolkodó téma jelenik itt meg. Ja, van itt még egy csodálatos darab, Újvári Ágnes, Vissza a természet. Nem lehetne meg a közepén, ha elvennénk, ott ülne Matula bácsi. Szemnek, fülnek ad ugyebár mindenfélét, ha még egyelőre nem is Wagneri magasságokban, és hát alul pedig a produktumot látjuk különböző formákban. Ez úgy érdekes lehet, hogy fölhívják az alkotót, hogy mit csinálsz? Szart. Nem? Tehát, hogy kérdezik, hogy mind dolgozol, ugye? Ahogy Vörös Sándort kérdezik, hogy mind dolgozik, mondta az íróasztalomon. Ugye? Itt egy abszolút luxus fekete WC papír. Ez széntabletta fogyasztás után ne használjuk, mert akkor nem tudjuk, hogy mennyire vagyunk eredményesek. Ezzel tulajdonképpen akkor is érdemes egy kis alfeli törlést végezni, ha nem is kakiltunk, mert annyira finom, egészen csodálatos. Hogy is hívják ezt a japán játékot? Sudoku, ami most már egyre népszerűbb, ugye egy sorba csak sorozatba szerepelhetnek a számok. Ugye, tehát se így, ugye a számok nem ismétlődnek, és hát ugye gyengébb emésztésűek, amíg eljő az ihlet, ugye, akkor tudnak itt egy kis szellemi kikapcsolódást találni. Ennek a megoldása a legprofibbaknak is legalább 20-30 perc. Tehát... Na hát, és az alatt én úgy gondolom, hogy az eredmény nem maradhat el. Használj fel újra, hát meg egy, újra. Ez egy picike történet. Hát ez azért mondjuk klozettpapír esetében meggondolandó, nem? És itt mit látunk, karikatúrákat, egy kis drámai történetet? Ez egy összefüggő, rövidebb történet, tehát ez egy néhány perces, ez egy gyors beavatkozásnak az illusztrációjaként szolgálhat. Ez egy WC papír tartó, erre ráhúzod a gurigát, ugye ez falra van felszerelve, és abban a pillanatban, hogy megmozdítja az utánad jövő ide, hogy a mikrofonba hallják. A WC papír gurigát, akkor az... Ne töröld a falba, rossz a szág! Rózsa Miklós, nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy egy sikeres kiállítás lesz. És most következzen a Novus iskola üdvöskéje, Lukács Dóra, Sára, Jedő. Gyakorlat. Mutassuk be ezt a ruházatot, ezt inkább alkalminak szánjuk. Ezt nem venném fel utcára. Ezzel rengeteg munka van, hát mire van. Ugye a klozettpapírt így megfonja kedves kolléga nőd, gondolom. Igen. Én. Ugye ez is egy alkalmi költemény. Mondjuk a valóságban ez például az orrba megy? Nem lehet tudni, mert ma már ugye egy fél kiló szöget hordanak a fiatalok a fejükön. No, akkor beszéljünk a te mennyasszonyi ruhádról. Hát... Ezt egyszer mondjuk fel lehet azért venni egy partira? Szerintem fel. Igen. Van hova fújni. De kell azzal, kell alávenni azért bugyit. Kell. És az eső elől is jó lenne, hogyha van zárt helyre. Akkor tehát szerintem... ZP-ben nem jó. ZP-ben nem jó. Zárt parti. Zárt partira alkalmas. Hát nagyon szépen köszönjük, szépen, kedves. Köszönöm. Köszönjük, hogy ezt elhoztad. Lukács Dóra, Sárát látták. Hölgyeim és uraim, ennyi volt mára a Design Center Show, de vonalunk száma szokásunkhoz híven a képernyő alján látható. Hölgyeim és uraim, fél éve hirdettük meg a Schoder nagy sörnyító versenyét, több százan, sőt ezren jelentkeztek, mi a legjobbakat választottunk ki, akik ma este megmutatják, mi mindennel lehet sört nyitni. Hogy ki lesz a legjobb, és mi mindenre képesek a győzelemért, zárójelben két rendőr barkóbázik, szőrös, nem, akkor sör, hogy mi mindenre képesek a győzelemért, az hamarosan kiderül. Jön tehát a Schoder nagy sörnyító versenye. Férfi nézőinknek már nem kell sokat várniuk, de a hölgynézőknek sem, hiszen perceken belül belép a stúdióba Grillus Dorka. És mindjárt kezdünk az utóbbi első számú botrányhősével, egy régi ismerőssel, akivel azt hiszem lesz mit megbeszélnünk. Jön Zalatnai Cini, stílszerűen beszélőre. Ne menjenek messzire, azonnal folytatjuk.
és uraim! Következő vendégemmel évek óta egyeztetünk, hogy végre el tudjon jönni a showba. Egyenesen Németországban fogadják szeretettel Grillus Dorkát! Isten hozott. Hát kérlek szépen, kurikulum vitédet tanulmányozva rá kellett döbbennem, most egy rövid kis bevezetés következik, aztán a tiéd a szó. Számos közösség van közöttünk, amit nem gondolnál. Na. Kedvenc ételem a vadas marha. Ahogy neked. Nincs ilyen? Szerkesztők találták ki? Nekem a túrócsúszó, de ez már... Benne van! A túrócsúszó is! Na, nekem is van egy nagy receptes könyvem a nagymamámtól. Na. Az van. Igen. Én se terveztem soha az életemet, hanem történt, ami történt. Engem is marhára idegesít, ha a nézőtéren van, aki nem nevet. Ugye, mert ez választott el egy kicsit téged a színháztól, ugye? Hogyha nem tudsz mindenkit kézbe tartani, tehát én is, ha valaki nem nevet, veled volt ilyen probléma a monológ alatt, elég hosszan, de azért most föltörtelek. Tehát ugye ez is egy közös dolog. Na de most, ugye, ahogy a bevezető konfba mondtuk, egyenesen Németországból. Hát mit jelent ez? A Németország? Hogy? Tehát... Hát akkor a nevén nevezem, hát ez jelentheti azt is, hogy itthon pályád derékba tört, és ott tányért mosogatsz. 3 éve vagyok Németországban, uh-huh. És azért mentem ki először, mert forgattam egy filmet Hamburgban, az még olyan 4 évvel ezelőtt, és akkor uh-huh. elkezdett motoszkálni a fejemben, hogy ez milyen érdekes, hogy ott vannak olyan színészek, akiknek az a szakmájuk, hogy filmszínészek. És valahogy ott ragadtam Berlinben. Ez a hamburgi munka, ez hogy jött? Úgy, hogy a Rolf Schübel, aki rendezte a Szomorú Vasárnap című filmet. Igen, amelyben te mit játszottál? Egy lányt, aki felvágja az erejét. És akkor ő meghívott a következő filmjében. Következő filmjében? Játszok egy nagyobb szerepet. És az mi volt? Egy kurd lányt játszottam. Aki... Kurd? Igen. Na, pontosítsunk. Jó, hát könnyű veled beszélgetni, semmi jelentősége. Mi van, elmebeteg vagyok? Tartsunk egy kis szódát, iszom egy kis szódát. Jó? Jó, én is. Jó, ígyunk egy kis szódát. Bár most van egy új film, ami majd szeptemberben jön a mozikba, az Irina Palm, az most egy borzalmas nagy siker mindenütt a világon. Ebben a Marianne Faithfull játszik egy nagymamát, akinek az unokája nagyon beteg, és ezért pénzre van szüksége, és munkát keres, szexuális munkás lesz a nagymama azért, hogy megkeresse a pénzt az unokája gyógyítatására. Uh-huh. És milyen szereped van neked? Én tanítom be. Hát akkor mégiscsak a kurdnál volt valami igazam, ugye? Hány filmbe szerepeltél eddig? Életem során? Igen. Nem tudom. Köszönjük. Hát mesélj az életedről, hogy akkor Berlinben laksz, van egy lakásod, vagy Berlinben bérelsz. Berlinben is lakom, és Budapesten is lakom. Mennyi időt töltesz kint? Olyan szerintem egyharmad itt, és egyharmad valahol máshol. Az hol van az a valahol máshol? Már most hát... Geszti Péter után gondolom felszabadult egy kis időd. Kicsit is voltam, de ezt kivágom. Bocsánatot kérek. Ezt kérésre kivesszük. Igen? Szóval, hát hogyha máshol forgatok, például egy másik országban, másik városban, Belgiumban. Akkor, ja értem, akkor, London, akkor ez így néz ki. Volt valami erotikus jeleneted, ahol paprika füzérek is domináltak? Ez a Mix című filmben volt, ahol a partnerem egy amerikai színész volt, és volt egy erotikus jelenet, ahol szintén Lakatos Márk tervezte az egész fantasztikus, szadomazó erotikus jelmezemet. És paprikából. Igen, mert mivel a fiú amerikai, és ez a lány magyar, és azt gondolták, hogy ilyen magyaros dolgok legyenek benne, kért a rendező, és ezért a Márkó tényleg gyönyörű láncot csinált nekem ilyen csípős paprikákból, de mivel a partnerem amerikai, és életében nem látott ilyet, ezért azt gondolta, hogy az milyen jó erotikus, amikor az a szexjelenet közben ebbe egy beleharap. Majd engem megcsókolt, és azt gondoltam, hogy mindjárt kiszáll az agy velőm, hátul a falra, de mivel egy ilyen szexjelenetet nem olyan könnyű felvenni,
ezért azt gondoltam, hogy én le nem állok, még akkor se, hogyha mindjárt meg... inkább essünk túl rajta! Most nagyon gyorsan túl ezen az egészen paprikával együtt, úgyhogy végignyomtuk a szexjelenetet, és utána hát visítva rohantam a vécébe. Nekem kérlek szépen egy kóbor délutánon, szóval vannak nekem ilyen magányos kis etüdjeim. Én kedvelem az erős paprikát, és gyakorlatilag 20 percen belül sikerült a szemembe nyúlni, a szám akkor már égett, majd kimentem pisilni. Nem részletezem, egy érdekes, komplex estém volt, azt kell, hogy mondjam. Na most, amikor striptease táncos nő voltál, az ugyanebben a filmben volt? Nem, ez az új film, aminek most lesz a bemutatója szeptember 13-án, Novák Erik rendezte, az a cím, hogy Zuhanórepülés. Az én szerepem konkrétan úgy kezdődött, azt hiszem, hogy egy Melinda egy maszturbációs tánccal szédíti a közösséget. Nagyon jól hangzik, mondtam, igen. Hogy én ezt azt hiszem nem fogom eljátszani, ezt a ilyenkor szerepet. Szoktuk mondani a rendezőnek, hogy játsszál a valamivel egy idős vagy. A forgatókönyvírónak ez a saját élete. Igen. És neki volt egy barátnője, akinek alapján írta ezt a figurát, és sokat mesélt róla. Gyakorta lejtett maszturbációs táncot. Ezt nem tudom, ezt már csak éreztem tőle. Hát ez logikus. Hát. Úgyhogy maszturbációs táncok kiszálltak a könyvből, de hát így is elég durva film készült belőle, de én úgy érzem, hogy hiteles és szórakoztató alkotás született. Hát köszönjük szépen. Viszont gyakran kellett filmekben meghalnod. Azt már, abban már beletörődtem, hogy nem tudod, hogy hány filmben szerepeltél, mondjuk hányszor haltál meg, miképpen. Azt ugye tudom, nem számoltam azt. Szomorú vasárnapban ott fölvágtad az ereidet, ugye? Igen, szomorú vasárnapban. Mondjuk már az érzékek is körben, mert levágták rögtön a lábamat, tehát így kezdődött pályafutásom. Dallasban ugye ott hasba szúrtak, aztán volt Kaposváron egy színdarab, ahol a vízbe ugrottam, az Európa Expressben ledobtak a vonatról, és hát volt egy autóbaleset is, aztán a kerékbe törtek, abba a... Most jó, nem jut az eszembe hirtelen. Köszönjük, hát ez is egy mondjuk majdnem enciklopédikusnak tekinthető összeállítás. Mit kerestél Cannes-ban? Cannes-ban az előbb említett szórakoztató, de hiteles alkotással. Igen. Vettünk részt. Gonosz vagy, de nem baj. Ott volt egy vetítés, nagyon jól fogadta a közönség. Köszönjük. Dorka, hogy érezted magad? Mi történt? Láttál-e híres embereket? Egy picit úgy valamit, egy kicsit most tunkoljunk ebbe a pörköltös tányérba még egy kicsit. Tolongtunk Baranyai Vera kolléganőmmel a vörös szőnyeg előtt azért, hogy megláthassuk Tarantinót, és amikor végre kiszállt az autóval, akkor mindenketten így is isítottunk. Mint a 15 éves lányom. Egyébként Tarantinónál csúnyább ember nem sok van. De nem azért szeretjük olyan szót. Világos, persze. Te csipázod a filmjeit különben? Egyébként igen. Melyiket? Hát a legutóbbit is nagyon szerettem, ezt az autós üldözőset. Ez a Halál pontos, ugye? Halál pontos. Igen. Milyen élmény volt megpillantani Tarantinót? Köszönjük, igen, jó, tehát konzekvensen vállalod a véleményedet, ugye nem, eltelt már 3 perc, és még mindig nem alakítottad át, és még mindig ezt képviseled. Melyik a kedvenc német szavad? Nincsen. Legyen? Legyen. Hát gemüze. Gemüze, igen. És a vattacukor. Mert az ugyanúgy hangzik. Igen. Cukkervatte. Grillusz Dorka, köszönjük szépen. Nem könnyű beszélgetésen vagyunk túl, és hát reméljük, hogy legutóbbi filmed mi hamarabb megérkezik, és mi is láthatjuk. Köszönjük szépen, azonnal folytatjuk. Pillanatokon belül a nagy összecsapás. A popstár, a szexszimbólum, a botrányhős, a börtönviselt Zalatnai Sarolta kontra Fábri Sándor. Perceken belül az RTL Klubon. Hölgyeim és uraim, mi nagy sörívók régóta tudjuk, hogy sörnyító az egész világ, ugye Shakespeare, Vilmos némiképp plagizálva, de hogy mennyire az, ma este kiderül. Sok bátor jelentkező jött el, hogy bemutassa önöknek, mi mindennel tud egy találékony ember kupak talarítani. Hölgyeim és uraim, érdemes figyelni, hát ha egyszer önök is elepednek egy kort sörért, és nem lesz a közelben célszerszám. Mai első sörnyítónk Magyar Viktor Török Bálintról. Let me dance.
Viktor, Török Bálintról. Egyenesen. Szakmád Ács, ugye, mint Ács ez látható. Ács is egy kis asztalos. Ács is asztalos. No, kérem, tisztelettel. Kalapács. Igen. Németországi technika. Sikerül, így. Következő az meg a jó magyar szekerce. Ne, az üvegnyakát ne törjük le! Ne, ugye? Hát én ezt rád bíznám. Hát ennek ugyanaz a technikája. Na, megtaláltam a helyet, ugye? Csak a technika nem volt meg. Igen. Hát biztos, hogy lehet staplival is, én nem? Fogom így. Fogd meg. Hoppá! És akkor... Tessék. Úgy tudom, Viktor, van egy nem mindennapi találmányod is. Igen, van, de nem csak én. Csak nem a sörfagyi. De. Ez hogy lehetett? No, hát itt a kettő korsóba, ugye? Befagyott sörök. Igen. Üvegbe. Hát nem tudom. Hogyan kell ezt fogyasztani? Hát nyalni kell, de hát ki kell csomagolni. Igen. Mivel csomagoljuk ki? Lemezvágó ollóval, vagy? Itt meg kéne fogni. Megfogom. Meg kell fogni, igen. És szép lassan így forgatni kell. Jó? Nekem? Igen. Az anyád. Hát két emberes, így tartjuk, lehet forgatni. Forgassuk. Nem örülök, hogy nem használtál védőszemüveget. De, becsuktam erősen a szemem. És akkor lehet nyalogatni. Megadok egy fényszerszámot. Igen. Hát, hogyha nyalogatni... Törjük le. Hát, törjük. Az is jó. Ja, de nem a, inkább hát, a lapossal kellene. Nem a szüveget kell, csak az üveget kell törni. Aha. Vízbe belerakjuk, és letörik róla az üveg, ennyi. Magyar Viktor, hallottam! Szevasz, foglalj helyet, köszönjük szépen! Hölgyeim és uraim, a következő sörnyitó Nagy József Budapestről. Ki választotta ezt a söprőt, azt tudjuk? Bocsánat, csak azt a tollat, ami nem fog, azt rögtön el kell dobni, mert különben négyszer kezdesz el vele írni. No kérem, Nagy József úr, Isten hozott! Szervusz. Mivel nyitol? Az önvédelmi pisztolyommal fogok sört nyitni. Megkérek, hogy próbáld meg. Te mi vagy, te parlamenti képviselő? Paranoiás vagyok. Na, én azért tudom, hogy te, foglalkozásodat tekintve... Egyetemista vagyok. De milyen egyetemista? Nemzetvédelmire járok. Na tessék! Próbáld meg, Sándorom, arra önvédelmi kérlek. Pisztolya? Igen. Ez egy orosz gyártmány egyébként. Aha. Ez kis üveg... testi hibás lett a dolog, mert sikerült az üvegből is egy darabot. Na, hát akkor mégis csak te vagy itt a matador. Hú. Szolgálatod. Gratulálunk! Hölgyeim és uraim, következő sörnyitom Mudri János Kiskun Lacházáról. Szervusz, Isten hozott! No! Sándor, megpróbálod? Meg én, mit? Hát kibontani a sört. A biciklin? Igen. Hát persze. Mert gondoltam, hogy ez a... Aha, haha! Perna Hajder! Ilyen részeredményem van. Segítsek. Légy szíves. Aha! Jó. Öngyújtó baleset legadta. Uh-huh. Elvehetem innen?
Persze, be, azért van. Kérlek, hogy foglalj helyet. Úgy érzem, az egyes versenyző már a vetékedő végére vidám hangulatba fog kerülni. Hölgyeim és uraim, következő versenyzőnk Lampert Máté Győrből. Isten hozott, szervusz! Hát te egy nagyon különleges dologra vállalkoztál, papírlappal fogsz sört nyitni. Igen, hát ez egy A4-es lap. Egy kis origami, ezt az A4-es papírt hajtogatjuk ugye egyre kisebb darabokra. Hát ilyenre kell összehajtogatni. Igen, igen. Veszünk egy üveget. Na nézzük. Hát gratulálok, ez fenomenális. Biztos vagy benne, hogy foggal is megpróbálod? Hát megpróbáltam, igen. De nehogy gáz legyen. Nem. Mutasd. Én nem ismerek oda nézni. A 700. És minden rendben? Igen. Na, kiváló. És van még egy. Van még. Eszköz a tarsolyodban. Igen, hát ezen kívül a sört, ezt ki tudom nyitni így is. Na hát akkor mutassuk meg a kedves közönségnek. Ez egy úgynevezett sörnyító gyűrű. Igen. Ami a németeknél olyan széria felszerelés, mint az Ergetol. Pontosan, igen. Egészségedre vigyél egy sört. Köszönöm. És foglalj helyet itt a kedves versenyző társa koszorújában. Következik Tolnai László Budapestről! Isten hozott! Szervusz! Hát Lacit ismerem, ugye nem árulok zsákba macskát, ő az én trénerem az ügető hajtás alkalmával, és amikor Laci már nem hajt, akkor a tévé távirányítót így kézbe veszi, és egy-két sört fölpattan. Hát kérlek, akkor ezt mutasd most be nekünk, légy szíves! Ja, hoztál távirányítót is? Igen, mert ez még működik. Működő? Igen. Mert óvatosan kell, mert műhagy. És egy csodálatos, dinamikus, egy dinamikus pukkanással. És nagyon praktikus, mert a tévé távirányítő úgy általában, hogy az ember tévézik, sörözik, chipszezik, aztán ha sört iszik, akkor szokott elkezdeni telefonálni a tévé távirányítóval, és a telefonnal próbálja behozni a Hitler tévét, és csodálkozik, hogy nem megy. Igen. Válasz egy tárgyat, Laci. Kérlek szépen, ezt a szúnyogírtót választom, mert ez sűrűn kell nekem. Szúnyogírtó? Tehát én ezt nem mertem volna. Mert a lovak melletti ér, ez sokszor van szükség, és kéznél van, ha nincs más. Tolnai László, gratulálunk! Hölgyeim és uraim, következő sörnyitóm Takács Zoltán Pilisről. Isten hozott! Hobbid a horgászat, vagy professional horgász vagy? Hobbim csak. Hobbid. És mivel foglalkozol egyébként? Gipszkartonszerelő vagyok. Ne, ez egy gipszkart, ez nagyon jó. Hát mégsem mondta az, hogy parlamenti képviselő, tehát beszélgethetek vele, nem? Igen? Megpróbálja. Ebben nyitni? Igen. Úgy hűtjük a sört. Olyan puha egyébként, hát akkor átbíznám ezt mégiscsak. Te vagy a versenyző. Ó! Tehát mutassuk meg még egyszer, ugye nyomd vissza egy kicsit. Ugye a száknak szerves része, hogy egy ilyen félgömböt formáló... nem! Hát lehetne bármi más, mit szórakozol? Otthon. Ezt te mástól vetted az ötletet, vagy ez mindig hát így úgy a kapásra várás magányos óráin volt alkalmad ez irányú kreativitásodat megcsillantani? Na most, mint gipszkarton kezelő, illetve szerelő,
biztos van gipszkarton kezelő is, lekezeli a felületet valamivel. Használtok biztonsági övet, magasba is gipszkartonoztok. Igen. Akkor ezek szerint, úgyhogy biztonsági övvel is tudsz te nyitni. Igen, fő a biztonság. De ez egy autóbiztonsági öv, mit szórakozok? Hát, de... ja, hát ezzel mindenki tud. Hát ez egy kis sörgyító. Mindenki? Mindenki kivéve. Ja, nem is úgy nyitod, aha. Mert az amatőr azt hiszi, hogy ezt a lyukacskát kell, ugye ezt a nyílást kell felhasználni, de te meg így lepattantottad. Igen. Tulajdonképpen, mintha kanállal dolgoztál volna. Billy? Hát megint a peremmódszerrel fogsz dolgozni, hát nyilvánvaló. Hoppá, séróból! Sok sör után jó, tesz a Billy. Csak ugye a Billyvel való sörnyításnál a műveletek sorrendje ugye nem felcserélhető. Egészségedre kívánjuk, köszönjük. Köszönöm szépen. Takács Zoltán urat látták, és most pedig következik Uszkai András Dunaújvárosból. CD lemezzel fogsz próbálkozni, hát ez elég megdöbbentő. Jó, hogy nyitod egy kólás flakonnal. Általában az, ami mindenkinél van, az a telefon. És telefonnal is mersz nyitni, mondjuk... Laci? Én azt hittem, hogy így műszakiban a távirányító a csúcs. Az anyád. Hát azért te nyitottál már ember egy párra. Próba, igen, próba volt otthon egy kis soráját. Ma bemondták, hogy 4 óra múlva melegek a radiátorok. Már ők is. Iskoláját. Nem, hát úgy csinálod? Nem a két fogasrészt rakod össze? Abban egy baj van. Hát megdolgozol te ezért a sörér? Meg. Ja, ne röhögtesselek, mi szemét módon. De nem az lenne a logikusabb, hogy a, hogy igazság, a két forgas... Így is lehet, csak vigyázni szerettem volna. Ajaj, részeredmények. Ja, ja, spritze, ja. Ó! Oh! A bekárját. Még én sem próbáltam, úgyhogy ez nekem is még... Nem próbáltad? Akkor itt egy ősbemutató. Igen. Egy ősbemutató, kérem tisztelettel, Uszkai András barátunk egy kábellel próbálkozik. Relatíve. De annyira átélem, hogy... Gratulálunk! Egy fog kefe? Legyen az. Kiség, mi? Nézz oda! Uszkai András, látták, gratulálunk, vigyél egy sört, és foglalj itt, légy olyan kedves, helyet. És most következzék egy női hölgy, Rózsa E. Rejtő Jenő, nem olvasnak Rejtő Jenőt. Következzék egy női hölgy, Rózsa E. Fanni, Budapestről. Kenny csókolom. Isten hozta. 100 000-szer elmondtam, de el kell mondanom, a Táncdal Fesztiválon annak idején Mari Zsuzsi olyan csinos volt, hogy akkor lehetett villannyal szavazni. És a fater, aki semmilyen tömegmozgalomban nem vett részt, Mari Zsuzsi bejött, és már dugta be a kenyérpirítót. Már partvissal volt föltámasztva a villanyóra, már égtek a Bergman csövek, mint a rossem. No kérem, mivel nyitunk, Fanni? Közben megkérdezem, kedves Fanni, miközben itt az övében vadásztöltények vannak, hogy szintén valami paramilitáris szervezet tagja, nem, ne talán... Nem, de nyithatom azzal is. Magára bízom. Most... Simán sörnyitóval is. Sörnyitóval, nagyon észszerű, nagyon logikus, igen. Választ mivel szedje? Foglalkozik, kedves Fanni? Én tanulok. Mit? Turizmus vendéglátás. Nagyon jó, nyelven. És hallom, hogy hostesskedik igen, is. Igen, igen. Nagyszerű. Választhatok egy füvelyt? Hopp! Lehet ezzel zenélni is. Megpróbálom én, jó?
Hát ez szinte arra van kiképezve. Na de most válaszunk egy olyat, ami szűk. Mindegyiket. Egy forma? Azt hittem esetleg egy szűkebb hüvelyel kísérletezünk. Na, Istenem, töltényhüvelyekről beszélünk, pernahajderek. Ugye milyen pernahajderek ezek az én drága kedves közönségeimnek a tagjai? Már igazán szerepelhetnék a mokkába, mert már úgy nem tudok egyeztetni. Kedvi csókolom, egy bónusz puszit még. Lezavarok, Rózsa E. Fannit láttuk. Hölgyeim és uraim, ha esetleg van az itt ülők között valaki, aki a látottakon kívül tud még extrém sörnyítási módot, annak most lehetőséget biztosítunk. Csókolom, gyere! Na, nagyszerű! Kedves neved? Bóna Gábor. Mivel foglalkozol? Jól el vagy eresztve? Építőiparban. Építőiparban, szóval semmilyen gárda. Gárda nincs a háttérben, mert el kéne egy ilyen csávon sok horpat helyett, na mindegy. Így van. Én a fogast választom. Fogast! Jól van. Már culikázik. Hey! Kedves Gábor, nagyon szépen köszönjük a sör fogyaszt el egészséggel. A kedves nézőket a képernyők előtt pedig arra kérem, hogy a képernyő alján látható e-mail címen szavazzanak, és jelöljék meg annak a versenyzőnek a nevét, akinek a sörnyítását a legfigyelemre méltóbbnak találták. Ki az, aki megérdemli a 10 karton sört? Hozzáteszek itt egy gyakorlati szempontot, ha a nevet nem tudja felidézni, a produkciót jelölje meg, hogy a CD-s, a hüvelyes, a kábeles, a távirányítós, az ács, a pisztolyos, ugye, hát erre nyilván, hogy jobban fognak emlékezni, mint a nevükre, holott kétszer elmondtuk. Hölgyeim és uraim, reméljük, hogy ki fog derülni a jövő adásban, hogy ki Magyarország legleleményesebb sörnyítója. Jöjjön el a Sóder stúdióba, és élvezze a poénokat az első sorokból. Jegyek kaphatók a Ticket Express jegyirodákban. Hölgyeim és uraim, Zalatnai Sarolta! Hát köszönjük szépen, hogy eljöttél. Megkérdezhetem, hogy mennyit voltál bent? 2 évet. 2 év. Én megmondom őszintén, nem hittem el, hogy te börtönbe fogsz vonulni. Én se. Mikor hitted el, hogy akkor cirikém, itt most sit? Körülbelül akkor, amikor másodfokon azt mondták, hogy ez van, mert akkor már nem lehet ellenem itt tenni. Hány fős szobában voltál, vagy cellában? Én 2-ösben, mert dolgozó voltam. Dolgozó, az mit Igen, jelent? Hát az, hogy ilyen nagy nevű elődök után, mint a Kulcsár úr, vagy Tasnádi úr, vagy Rejtő úr, Igen? Könyvtáros lehettem. Ó, nagyszerű. Egyébként Rejtő úrnak most jelenik meg a memoárja, a Vesztek zár a K&H-ban. Egy címmel. Úgyhogy... Van hangos könyvtár, mert ez itt jó lenne ebben az esetben, igen, ugye most rengeteg hangos könyv van. De hát lejöttek sokszor ezért, hogy énekeld el az apácát, vagy a tölcsért, igen. Ez volt energiát, hogy megtegyed? Mert megtettem. Nekem van olyan ének, hogy művész úr mondjon egy pár viccet, hát akkor biztos mondanám, hogy te most nem vagyok annyira hangulatban. De. Én megtettem, mert jól esett, meg jól esett énekelni. Uh-huh. És a sítesek hány százaléka mondja magáról azt, hogy ő ártatlan és fatális? Mindenki. De fatális félreértések sorozata. Munkált itt. Mi az, amire leginkább vágytál? Én nagyon rosszul viseltem, mert klasztrofóbiás vagyok, tehát amikor rácsukják az ajtót, az hát nagyon... A sitten nem előny. Az nagyon rossz. Igen. Miben változtál? Mit változtatott rajtad ez a 2 esztendő? Mindig azt szoktam mondani a koncerteken most, hogy boldog vagyok, hogy itt vagyok, neked is azt mondom, boldog vagyok, hogy élek, hogy túl vagyok egy komoly betegségen, hogy azt mondták, hogy meggyógyultam, hogy tudok még mindig szeretni, és hogy mindenkinek azt tanácsolom, hogy próbáljon meg úgy élni, hogy az egészségén és a szeretetén túl a szabadságára marhára vigyázzon.
Köszönjük szépen! A nyáron forgattál egy filmet. Mit lehet erről tudni? Egy rendkívül rövid, de intenzív jelenléttel hívtad fel magadra a figyelmet. A holnap történt ez a film, ez az első magyar ilyen interaktív bulvárfilm. Tehát interaktív bulvárfilm, te jó Isten! Közönség is beleszólhatott. Kik szerepelnek? Anetka. Anetka. Kiszeltünk. Győzike. És ki rendezte ezt? Vagy Gerencsér Tomika, aki 22 éves, és segítő társak. Ő volt a Kiszeltünnének a barátja egy ideig, igen, ugye? Igen. Azt egy két sóderbulin köszönthettük, ugye talán együtt is. Csak diszkréten kérdezem, fölreppent a városba, hogy esetleg pornófilmben is szerepelnél. A Kovi szerintem egy nagyon jó üzletember. Mondta, hogy hát mit szólnál, mondom, itt most akkor ezt adjuk abba, mert tudom, hogy borzasztó pénzeket fizetnek érte, de én azért vissza szeretném állítani az énekesnői karrieremet, és szerintem már kifutottam egy kicsit az időből, úgy gondolom. Tudom, hogy az embereket borzasztóan érdekli, és iszonyatos De ha idáig megyünk, ugye hát Jemenbe online közvetítette kivégzéseket, tudod? Szóval azért kell egy határt, egy határt szabni, biztos azzal mi most itt kigyulladnák, isteni nézettség lenne, ugye? Szoktam is ilyenkor mondani a kollégának, ha ilyesmi történne, ne álljanak le, de hát azért nem cél, de ugye azért az nem cél talán, hogy ugye ezen az áron. Szereztél a barátod bent? Volt egy nagyon-nagyon édes Marika nénénk, aki úgy szólított engem, hogy Sarolta művésznő fogva tartott. Ő már évek óta, talán 20 éve csinál műsorokat, szervez egy ilyen csoportot mindig, kiválasztja, ki tud egy kicsit énekelni, zenélni. Ja, és akkor sittesekből összeszed egy ilyen hakni brigádot, lehet mondani, igen, és akik akkor különböző börtönökben lépnek fel. Igen. Na és kik voltak a te brigádodban? Volt egy nagyon jó gitáros fiú, aki nagyon jól énekelt. Akkor és akkor ő behozhatta a gitárját? Igen, de volt a volt egy kis hangszerpark. Van a börtönnek is hangszer. Bőrében is van hangszer. Igen. Nagyon szép kis műsorokat csináltunk. Hát gondolom. Augusztus 20-ára, anyák napjára, húsvétkor. Anyák napja az furcsa sétel. Hát a karácsony is. Amikor először jöttél Szabira, akkor mi volt az első? Össze-vissza ettem mindent. Igen. A kaja az általában gyenge. Igen, nagyon gyenge. Szóval ne rejtsük vék alá. Mi volt mondjuk a reggeli, amit gondolom benyújtottak, ugye? És ez volt az ágyon. Igen, hát a reggeli az volt, amikor felvágott, volt, amikor sajt, volt, amikor ilyen kis lekvárok, ilyen kis fajak. A büféből lehetett spájzolni? Büfé ott nem volt. Már úgy értem, ilyen kis kantin vagy volt? Kártyával lehetett fizetni. Van kártyával, tehát van lehúzó? Nem ilyen lehúzó kártyával. Gondolom, nem mindenkinek volt egy kártyája, azt akkor beazonosították, és akkor úgy. Igen. Hát volt több látogatód is, hát köztük Csicsolina. Csicsolina látogatása mennyire kavarta fel a Markó utca csöndes állóvizét, ha szabad evel a képzavarral élnem? Hát ilyen moher kis rózsaszín pulcsika volt rajta, és kim volt az egész pocia, és ilyen jó szűk farmer. Hát na, csinos, marha csinos volt, ez tény és való, de hát abban a közegben az fura volt. És akkor már kint lehetett hallani, hogy zsong a nép. És akkor bejött, és onnantól kezdve minden őrnek akkor volt dolga arra sétálni. De ő mondjuk nem zavartatta magát, hanem így megfogta a ruhájánál fogva, és mondta, hogy ugye a cinikének jó dolga van, és ugye akkor valamit esetleg tehetnék érte? És akkor ilyen döbbenten néztek a fráne a fiatalabb őrök, hogy most mire gondol pontosan? És akkor térd el és szeress! Ő nem csodálkozott volna ezen sem. Ne, hát gondolom, meg hát az ember végül is egy kebelbéli barátnőjéért megtesz mindent, ugye? Az, ennél csak az volt a helyesebb, amikor a karácsonyi ajándékokat megkaptam, mert azért az elég érdekes volt abban a környezetben, ilyen földigérő, fekete tollakkal díszített, átlátszó köpenyt kapni. Az ott retteltesen kell. Igen, az nagyon. És egy flitteres bugyingó. Így körülbelül. Hát sok siker. Köszönöm. A további pályafutásodhoz. És hát megbeszélésünkhöz híven, a folyosón jöttél, és minthogyha valami szörnyűséget mondtál volna, azt mondtad, hogy énekelni fogok. Hát mondom, egy énekesnő nem baj, ha énekel cipőt a cipőboltból. Nagyon büszke vagyok, mert ez a dal már
szeptember vége, október elejétől az összes kinti klubokba és lemezboltokba majd kapható. A kinti ez most a shithez képest, vagy külföldön? Nem, nem. Ja, jó, már bocsáss meg, szóval, ugye ez oly relatív, ez a kint és bent. Nem, én elhatároztam, hogy amit nem csináltam meg tini koromban Angliában, most még egyszer nekifutok, hát ha engedi a Jóisten, hogy legyen még egyszer no, valami. Hát legyen. Úgyhogy nekifutok Angliának megint. Nagyszerű, sok sikert kívánunk ehhez, és akkor halljuk a dalt, itt a mikrofon. Mercedes-Benz. My friends all drive Porsches, and I must make a mess. We tried all my lifetime, no help from my friends. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Mercedes-Benz, Mercedes-Benz, Mercedes, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz. Mercedes, Mercedes-Benz. Yeah! Woo-hoo! Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy me that thing. Oh Lord, oh, won't you buy me a night on the town? Mercedes-Benz, Mercedes-Benz, Mercedes, Mercedes-Benz. Yeah, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz, Mercedes, Mercedes-Benz. I want my Mercedes-Benz. I want my Mercedes-Benz. Köszönjük szépen! Szili az első közé tartozott Magyarországon, akinek volt Mercedes-Benz, ugye? És hát reméljük, hogy talán még lesz, ugye, megadja a jó Isten, ugye? Köszönjük szépen, azonnal folytatjuk a Barbaró együttes. Uraim, a Schöder zenei színpadán az idén 20 esztendős legendás Barbaró zenekar új lemezükről szól a Kerek Erdő című dal.
Köszönjük szépen, ez volt a Barbaró együttes. Köszönöm vendégeimnek, Grillusz Dorkának, Zalatnai Saroltának, Rózsa F. Fanninak, Magyar Viktornak, Vagy Józsefnek, Mügri Jánosnak, Lampert Máténak, Tollai Lászlónak, Takács Zoltánnak, valamint Uszkai Andrásnak, hogy amint mondani szoktuk, jelenlétükkel emelték a mai est fényét. Önöknek köszönöm, hogy a mai estét is velünk töltötték, igen, remélem, hogy nem döntöttek rosszul. Találkozunk 2 hét múlva, ugyanúgy, ugyanezen a csatornán, ugyanebben az időben. Most aludjanak jól, álmodjanak szépeket, kezüket a paplan fölé, éljenek a csajok, továbbra sérjenek mosatlan gyümölcslevet, és soha ne feledjék, hogy Beethoven a zene Mozartja. Jó éjszakát kívánok! Hölgyeim és uraim! Önök Magyarország legnézettebb showműsora, az Esti Showder 182. adását látták. Köszönjük, hogy ismét minket választottak. Jó éjszakát kívánunk! Stábunk és meghívott vendégeink utazásainál a kényelmet a Mandarina Duck táskái biztosították. Ruházati partnerünk a Retro Jeans. Hiszünk benne. Együttműködő partnerünk a Spa Harmony szépségszalon. A műsor és vendégeinek biztonságáról az Őrmester távfelügyeleti szolgálat gondoskodik. Munkatársaink a Taxi 2000-rel utaznak. A műsor szélessávú internet kapcsolatát a TV-net biztosítja. A műsor média támogatója a Metro Hír Újság. Uraim, a Showder zenei színpadán az idén 20 esztendős legendás Barbaró zenekar új lemezükről szól a Kerek Erdő című dal.
Köszönjük szépen, ez volt a Barbaro együttes. Köszönöm vendégeimnek, Grillusz Dorkának, Zalatnai Saroltának, Rózsa E. Fanninak, Magyar Viktornak, Nagy Józsefnek, Mudri Jánosnak, Lampert Máténak, Tollai Lászlónak, Takács Zoltánnak, valamint Uszkai Andrásnak, hogy amint mondani szoktuk, jelenlétükkel emelték a mai est fényét. Önöknek köszönöm, hogy a mai estét is velünk töltötték, igen, remélem, hogy nem döntöttek rosszul. Találkozunk 2 hét múlva, ugyanúgy, ugyanezen a csatornán, ugyanebben az időben. Most aludjanak jól, álmodjanak szépeket, kezeket a paplan fölé, éljenek a csajok, továbbra sejjenek mosatlan gyümölcslevet, és soha ne feledjék, hogy Beethoven a zene Mozartja. Jó éjszakát kívánok! Hölgyeim és uraim! Önök Magyarország legnézettebb show műsora, az Esti Showder 182. adását látták. Köszönjük, hogy ismét minket választottak. Jó éjszakát kívánunk! Stábunk és meghívott vendégeink utazásainál a kényelmet a Mandarina Duck táskái biztosították. Ruházati partnerünk a Retro Jeans. Hiszünk benne. Együttműködő partnerünk a Spa Harmony szépségszalon. A műsor és vendégeinek biztonságáról az Őrmester távfelügyeleti szolgálat gondoskodik. Munkatársaink a Taxi 2000-rel utaznak. A műsor szélessávú internet kapcsolatát a TV-net biztosítja. A műsor média támogatója a Metro Hír Újság.